Lehet, hogy szeretnél éppen egy új bejegyzést írni a Facebook oldaladon vagy a csoportban, és nem tudod, hogy miről írj vagy hogyan írj. Felmész magyar weboldalakra, de nem találsz érdekes szövegeket és témákat, akkor érdemes felmenni angol vagy német nyelvű oldalakra, és onnét ötleteket meríteni. A nyelvtudás hiánya nem lehet akadály, hiszen a Google lefordítja neked az egész weboldalat a kívánt cél nyelvre. Miután kiválasztottál egy cikket, mondjuk a fitnesszel kapcsolatban, rákattintasz a szövegen a jobb oldali gombra, a hetedik menüpontot kiválasztod, és a Google automatikusan lefordítja neked az oldalat. Itt az opció lenyitásával megváltoztathatod a célnyelvet, például, hogyha az oldal nyelve angol, beállíthatod a célnyelvet például magyarra, és rákattintasz a fordítás gombra. A fordítás ugye nem lesz 100%-osan tökéletes, viszont olvasható, és egy Facebook bejegyzéséhez tökéletesen alkalmazható. A szövegeket ne másold egy az egyben, viszont magát a témát és a témához kapcsolódó megoldásokat ki tudod szedni a szövegből, és ezzel kapcsolatban írhatsz egy bejegyzést a Facebookodon, amit később megoszthatsz. Ezt a magyar weboldalak sem csinálják másként, hiszen sok ötletet, új dolgokat, technikákat amerikai oldalakról másolnak, mind a marketingesek, mind pedig a fitness vagy egészséges táplálkozással kapcsolatos dolgok, hiszen minden új dolog Amerikából jön, illetve Nyugat-Európába érkezik meg először, így érdemes ezeket az oldalakat lefordítatni, elolvasgatni a szöveget, és ebből valami jó kis cikket írni.